Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, szentmisénket pro populo, a népért ajánlom fel. Láthatjuk már adventi koszorunkon ég az első gyertya, ami karácsony eljövetelére figyelmeztet és készít bennünket. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket. Urunk Istenünk, könyörülj rajtunk! Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat! Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre! Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmez, Krisztus kegyelmez. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, önts híveidbe, híveid szívébe szent elhatározást, hogy jó tettekkel siessünk a közelgő Krisztus elé, ő pedig egykor jobbjára állítson minket országában, és mindnyájan együtt örvendjünk a boldog örökké valóságban, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Izajásnak, Ámosz fiának látomása Júdeáról és Jeruzsálemről. Az utolsó időkben az Úr házának a hegye szilárdan áll majd a hegyek tetején, és magasabb lesz a halmoknál. Oda özönlenek mind a nemzetek felé, felé tart számos nép, és így szól. Rajta, menjünk fel az Úr hegyére, Jákob Istenének házához, hogy tanítson meg útjaira, és így ösvényein járhassunk. Mert Sionról jön a törvény, és Jeruzsálemből az Úr tanítása. Ő tart majd ítéletet a nemzetek között, és igazságot szolgáltat számtalan népnek. Ők majd beolvasztják ekevasnak kardjukat, és sarlóknak lándzsáikat. Nemzet nem emel kardot nemzet ellen, és nem tanul többé hadviselést. Jákob háza, gyertek, járjunk az Úr világosságában. Ez az Isten igéje. Vessük hát le a sötétség tetteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Éljünk becsületesen,
amint az a nappalhoz illik. Ne lakmározva és részegeskedve, ne kicsapongásban és érzékiségben, ne civakodva és viszálykodva. Öltsétek inkább magatokra Jézus Krisztust, s a testi fegyelmet, hogy ne a bűnös vágyak szerint cselekedjetek. Ez az Isten igéje. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Amikor az ember fia eljön, ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amikor Noé beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az ember fia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Ha két asszony öröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Virasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti uratok. Mert nyilvánvaló, hogyha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn virasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, mert az emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, testvéreim, volt már olyan hittanórám, amikor advent vagy nagybőjt közepén néhány gyermek a fejéhez kapott, jaj, és tényleg advent van, és én még semmit nem csináltam, már a fele idő elmúlt. Nagybőjt, félnek, elmúlt már 3 hét, és én még el sem kezdtem készülni a nagybőjtre. Ebben a készületben szeretnék egy picit segíteni, hogy senkiben el nem újjék ez a tudás, hogy valamire készülünk, valahova el szeretnénk jutni. Mindenkinek vannak hobbiai, vannak mániái, én nagyon szeretek repülni. Én ez egy olyan kedves, rájöttem, hogy milyen jó ez, én azt nagyon megszerettem. Sajnos ritkán tehetem meg, hogy repülök, de valami egészen más embert látnátok ott a repülőtéren. Én úgy kikapcsolok, valami fantasztikus, hogy én tudom, hogy valahol el szeretnék érni, és repülőtéren annyi mindennel találkozom, annyi emberrel, hogy történt egy ilyen eset, nagyon bennem van, hogy éppen hazafele jöttünk már valahonnan, és rámentem egy ilyen mozgó, nem lépcső, de mozgó járdára. És ugye az a járda az megy, én meg állok rajta, nézelődöm, nálam a nagy bőrönd, és láttam egy nagyon jó kis csapatot, egy 30-40 fehérruhásos vagy, Mohamedán vagy nem tudom milyen hindú szerzetesek lehettek, és úgy rájuk csodálkoztam, hogy elfelejtettem leszállni a mozgó járdára, és akkorát zuhantam a repülőtéren, mindenki azt hitte, hogy minden eltörött, minden szerteszéllyel repült, én meg ott feküdtem a földön, mint egy nagy alak zsák, és mondom, ez hihetetlen, semmi vajon nem történt.
elgondolkodtam. Aztán történt ilyen is, hogy volt egy nagyon kedves bicskám, egy svájci bicska, át akartam menni a határon, félreállítottak, azt mondták, hogy állj, mondom, mi van. A táskámmal kipakolták, és mondták, hogy ez micsoda. Ha 3 centivel hosszabb lenne az éle, akkor már rendőrt hívnék, mondta a vámos, te jó ég, mondom, de nagy bűneim vannak itt. Aztán elvették, eldobták, és úgy mehettem át a határon. Valahova el akartam jutni, és ennek az eljutásnak az útját egy kicsit most ezen keresztül próbáltam meg végig gondolni, hogy mennyire fontos az, hogy oda szeretnénk érkezni karácsonyra. De nem úgy akarunk odaérkezni karácsonyra, hogy na itt van, eljött karácsony, hanem a szívünkkel, lelkünkkel ott legyünk. Hiszen, hogyha én el akarok menni Amerikába, akkor nem tudok elmenni, hogyha határon nem engednek át. Amerika az ott lesz minden, de mégsem vagyok ott én, mert nem engedtek át a határon. És valami ilyesmit látok én az életünkben, nagyon sok embernél, hogy el akarok jutni karácsonyra, lényegében ott lesz karácsony, de én mégsem vagyok ott. Mert nem tettem meg olyan lépéseket a célba érését, amit megtehettem volna. Az nem jó, hogy én a mozgó járda mellett csak álltam volna és néztem volna, hát akkor nem érek oda sehova. Nekem is menni kell. Nekem együtt kellett volna dolgoznom azzal a mozgó járdával. Nem lehet csak azt csinálni, hogy na Istenem, ráálltam a kis mozgó járdádra, a kegyelem útjára, és akkor engem viszel. Én meg csak ott állok, malmozom, majd az Isten megoldja, majd az Isten mindent megcsinál. Nem. Együtt kell dolgozni. Szemeimet rá kell tenni a végen a járdának. Néznem kell, ki akar megelőzni, akkor elengedem. Ott vagyunk, és Isten és én együtt megyünk az úton. Nem külön-külön. Ő vár minket a karácsonyban, de nekünk vele együtt kell odaérnünk. Aztán ugyanígy készülnünk kell, én már a múlt héten is erre gondoltam, hogy lelkünknek is van egy ilyen bőröngye, lelkünk bőröngyét. Ki kell pakolgatni a szívünk bőröngyét. Meg kell nézni most karácsony előtt, hogy mi az, ami nem odavaló. Amit nem vihetek át a határon, amivel nem tudok szépen ünnepelni karácsonykor. Például nem lehet haraggal ünnepelni. Azt ki kell pakolnom, kidobom. És már is lesz egy kis hely a jobb dolgoknak a kis szívem bőröngyében. Tegyek bele olyanokat az adventben, ami odavaló, ami belefér. És így utazzam karácsonyig. Annyira egyszerű, de annyira meg kéne ezt tenni, és hát találtam a pápának nagyon jó kis enciklikáját, Christus Vivit, most ezt olvasgatom, a fiataloknak ír, majd hittanokon, ha jönnek hittanra a gyerekek, ezt is elő fogom venni, mert nagyon sok jó dolgot mond. És például nekünk most advent előtt döntéseket kell hoznunk. Konkrétan, ugye a Laci atya mindig azt csinált, hogy húzogatott cetliket, ő ezt nagyon szerette, én annyira ezt nem szerettem, ugye mások vagyunk, én mást fogadok meg, és másokat, mással próbálok megkészülni az adventi időben, arra, hogy a bőröndömet pakolgassam, a rosszakat ki, jókat pedig be, nehogy megállítsanak a vámnál. Azt mondja a Szent Atya, és ez ránk is vonatkozik, nem csak a fiatalokra, a fiatalok döntéseket hoznak. Nekünk is most döntéseket kell hoznunk. Van olyan fiatal, aki talán azért utasítja el ezt az életszakaszt, vagy mi is, most minek kell adventben, annyi minden dolgom van, takarítani kell, meg főzni, meg megvenni az ajándékokat, ez is fontos, ez is kell, tehát nem az, hogy ez nem jó dolgok, emellett még kellene dolgok. Azt mondja, a fiatalok is elutasítják a döntéseket, mert szeretnének gyermekek maradni. Mi is, hogy már ez a jól van, megy az élet, zajlik, most minek kell még magunkat ilyen dolgokkal felspannolni, azért szoktak így gondolkodni a keresztény testvérek is. A döntések elódázása, mondja a Szent Atya, a meghatározott dolgoktól való félelem bizonyos döntésképtelenséget okoz. És mi a fontos, hogy a fiatalok döntéseket hozzanak, mi is hozzunk döntéseket, amelyek határozott formát adnak az életünknek. Az adventi idő, a nagybőti idő adhat egy egészen új és szép formát ahhoz, hogy megérkezzünk karácsonyra. És két dolog, amit a Szent Atya mond, és ezt úgy szeretném elmondani, hogy mi az, ami ennek ellent mond. Az egyik a döntéseket fenyegeti
a tehetetlenség. A döntéseket indító álmokat mindig fenyegeti a panaszkodás, a tehetetlenség. Azt mondja a Szent, hogy ha hagyjuk ezt azokra, akik panaszkodás istennőjét követik, egy csalás ez tévútra vezet. Amikor minden szilárdnak és mozdulatlannak látszik, amikor személyes problémák nyugtalanítanak, akkor nem jó beadnunk a derekunkat. Az út Jézus. Vedd be őt a bárkádba. Adventban ez lenne a nagy feladat, Jézust bevenni a bárkánkba. És evezd vele együtt a mére. Evezd vele együtt a mére. Amikor mozgó lépcsőn vagy, vagy mozgó járdán, akkor ne bambuljál el, hanem vele együtt. Menjél, nézzél, nézd, mikor van, stb. A Jézusra vetett hit továbbvívő reményhez vezet, olyan biztonsághoz, amely nem csak a mi képességeinkre, ügyességünkre, hanem Isten szavára, a tőle kapott meghívásra támaszkodik. Ezt kapjuk meg karácsonykor. Jézusra fogunk támaszkodni. És a fiatalok álmainak nagy ellensége az aggódás. Ugye ez azért jó, mert ez nem csak a fiataloknak, hanem a mi ellenségünk is igazából. Kitartónak kell lennünk. Ezért figyelnünk kell egy kísértésre, amely gyakran ugye megtréfál bennünket, ez az aggódás. Nagy ellenségünk, amikor arra biztat, hogy adjuk meg magunkat, mert felfedezzük, hogy az eredmények nem azonnal mutatkoznak. Én is rengetegszer elbuktam egy-egy nagybőjt egy-egy adventi időben, mert nem úgy láttam, hogy ez megtörténik, nem sikerült, elbuktam és készen van. De a legszebb álmokat reménnyel, türelemmel, elkötelezettséggel, a sietségről való lemondással lehet megszerezni. Ami számomra a legszebb mondat volt ebben az egész kis részben, ha hibázol, mindig felemelheted a fejedet, és újrakezdhetsz, mert senkinek sincs joga elrabolni tőled a reményt. Szavasson még egyszer ezt a mondatot a Szentatyától, ha hibázol is, mindig felemelheted a fejedet, és újrakezdhetsz, mert senkinek sincs joga elrabolni tőled a reményt. Ha nagybőjtünk nem úgy, vagy az adventünk nem úgy sikerül, ahogy én szeretném, ha elbukok az adventi időszakban, ne keseredjek el, hanem próbáljak meg rögtön újra fölállni, fölemelni a fejemet, és tovább menni az úton, hiszen hogyha én is ott maradtam volna a mozgójárdánál fekve, akkor nem értem volna haza soha az életben, föl kellett kelnem és el kellett tovább indulnom. Mert senki sem tudja tőlünk elvenni a reményt. Ez lehet egy hatalmas nagy erő és vígasz. Amit szeretnék feladni házi feladatnak az adventban, mindenki megfogadja magában azt, amit szeretne, ami tudja, hogy ehhez az úthoz, egy célhoz el fogja vezetni, hogy ő is lélekben megérkezzék karácsonyra. Én azt szeretném kérni, most sokat beszélek a betegek kenetéről, és hogy mindenki fogadja meg, hogy mindenki kicsitől kezdve a nagyig beszél egy embernek a betegek kenetéről. Hogy elmondja, hogy mi az, hogy betegek kenete. Hogy ez nem az utolsó kenet. Ez egy óriási ajándék lehetne karácsonyra nagyon sok embernek, hogyha át tudnánk a fejében, az agyában ezt az utolsó kenet mondatot tenni betegek kenetére. Ezt meg kell tudnunk magyarázni, hogy mit jelent ez, hogy ne a félelem szentsége legyen. És azt gondolom, hogy ez hihetetlenül fontos, hogy az emberek, akik körülöttünk élnek, megértsék végre azt, hogy a betegek kenete az az Isten ölelése. Ezt rengetegszer el kell mondani. És erről nagyon szépen tudni kell beszélni, hogy az első pont, ami egy papot hívunk, az az, mama, papa, vagy beteg kistestvér, mert szeretlek. Érdekes, hogy ahogy valaki beteg lesz, orvost hívunk, orvos. Gyógyszert veszünk, jó, drága, de megveszünk, mert bízunk, hiszünk benne. A gyógyszerben, az orvosban, teljesen normális. De a legnagyobb gyógyítóban, az Istenben, a betegek kenetében igazából őt kéne először hívni, a papot. Csak ilyenkor, jaj, nem halunk meg. Gyógyítás. Jakab ezt mondja, beteg valaki köztetek. Hívja az egyház papját, és kenje meg olajjal.
Azért imádkozunk, hogy gyönyörűen le van írva az imádságos könyvünkben, betegek keneténél, hogy azt kérjük-e beteg számára, hogy mi hamarabb visszatér a munkájához, testi és lelki gyógyulást kapjon. Ezt nem akarjuk a testvéreinek, akik betegek? Hiszünk az orvosban, nem hiszünk az Istenben. Nekem ez hihetetlen, és ezt mondjátok el, hogy ne féljenek tőle az emberek. Ha mindenki elmondja egynek, ez már hihetetlen jó dolog lenne. Másodszorban tudjuk, hogy nem fog mindenki meggyógyulni, nem is gyógyulhat meg mindenki. De valami annyira fantasztikus látni azt, sokat járunk kórházba, hogy a hitetlen ember betegségét hogy hordozza, és a hívő ember. Hogy akkora különbség van, amikor tudok beszélni valakivel arról, amikor nagyon beteg, hogy ha majd jó Isten magához szólítja, ugye imádkozik értem, és nem azt mondja, hogy mondhat ilyet, hogy hát igen, fogok imádkozni magáért. Mert mer beszélni a nagy útról, mer beszélni arról, hogy majd haza kell menni. Nem az, hogy miért adta az Isten nekem ezt a fájdalmat, miért kell nekem betegnek lenni, ez a hitetlen embereknek a beszéde. Nem kell nekem pap, Isten miért büntet engem, stb. Akkora különbség van a hívő ember kereszthordozásában, mert a betegek kenetében Krisztus átöleli őt. Együtt viszik a keresztet. Krisztus mellé áll, és együtt hordja vele a fájdalmat, a nehézséget. És mi ettől tiltjuk el a betegeinket, amikor azt mondjuk, nem hívunk papot, nehogy megijedjen. De hogyha már most beszélünk róla, hogy ez nem a utolsó kenet, ez a betegeké, beteg vagy igen, akkor hívjuk a papot, mert ő elhozza a nagy gyógyítót, a nagybetűs gyógyítót. Az orvosok nagyon nagy gyógyítók, de nagybetűvel írjuk mondjuk, és a többi kicsi gyógyító. Az Isten meg végig nagybetűs gyógyító. És őt nem, ezt igen. Hihetetlen érdekes. És a harmadik, hogyha menni kell, akkor pedig egy nagy útra való, ugye utolsó áldozás, és egy nagy kegyelem, hogy nem kell úgy félnünk ettől a nagy úttól, mert hiszen a bőröndünket, ugye betegek keneténél meg is gyónunk, ha a harmadik, ha nem gyógyul meg, ha már menni kell, harmadik, ha menni kell, akkor pedig a bőröndünket teljesen, ami rossz, azt kipakoljuk, és minden jót belepakolunk. És a határon senki nem fog minket megállítani, egyenes utunk van a mennyországba, ami hihetetlen nagy ajándék. És nekünk erről beszélni kell. Én ezt adom föl mindenkinek házi feladatnak. Legalább egy embernek, aki még nem hallott erről, aki még azt gondolja, hogy utolsó kenet, az utolsó kenet, beszéljen a betegek kenetéről, az örömről, és ez egy óriási nagy ajándék lesz karácsonyra, hogy valakinek a szívében egy nagy-nagy boldogság született meg, hiszen tudja már, hogy a legnagyobb gyógyító az Isten, és a betegek kenetében el tud jönni hozzám. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki eljön majd hatalommal és dicsőséggel ítélni élőket és holtakat. Add, Urunk, hogy mindig készen legyünk eljöveteled napjára. Kérünk téged. Add, Urunk, hogy a világ népei békességben éljenek, és eljöjjön közénk a te országod. Segíts, Urunk, hogy elhagyjuk a sötétség cselekedeteit, és a világosság fiai legyünk. Kérünk téged, hallgass minket. Tösd el, Urunk, vigasztalásoddal a szenvedőket és az elhagyottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket.
Irgalmaz, Urunk, mindazoknak, akiket készületlenül ért számadásra hívó szavad. Kérünk téged, hallgass meg minket! Istenünk, híveinek örök pásztora, ki egyházad sokszoros gondviseléseddel kormányozott és szeretettel igazgatott. Irgalmadban küldj olyan főpásztort egyházmenyénkbe, aki életszentsége miatt kedves lesz előtted, nekünk pedig éber gondoskodásával javunkra válik. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk, támasz a keresztény családokból papi és szerzetesi hivatásokat, akik ajtót nyitnak feléd vezető úton mindnyájunknak. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Jézus Krisztus, dicsőséges eljöveteled által teljessé teszed megváltásunkat, kérünk, részesíts minket most kegyelmedben és egykor örök dicsőségedben, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk Istenünk, fogadd el adományainkat, amelyeket jó tetteményedből felajánlunk, hogy buzgó lélekkel bemutatott áldozatunk nyerjen örök jutalmat a mennyben, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, ami Urunk által. Ő első eljövetelekor magát megalázva testet öltött, teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. És ezért mi is, miként az angyalok és főangyalok, a trónod körül álló hatalmas égi szellemek és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, és velük együtt vég nélkül énekeljük. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálat hirdetjük, Urunk, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, György püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvérünkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Bernát apáttal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus,
Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékot szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Békesség veled. Békesség veled. Nézd a szemembe, közé. Békesség veled. 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 Nagyon jó. Békesség veled. Úgy van, béke veled. A mi Úrunk Jézus Krisztus testvérnek és vérének egyesítése váljék a szent áldozásban lelkünk üdvösségére. Uram Jézus Krisztus, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
mennyi atyánk, minden add, hogy a készület ideje és az eukarisztikus kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk, népünk, Európa és a világ lelki megújulására szolgáljon. Amen. Könyörögjünk. Kérünk Istenünk, szolgáljon javunkra ez a közösségben bemutatott áldozat, amellyel már mostani múlandó életünkben megtanítasz arra, hogy az égieket szeressük, és az örökké valókhoz ragaszkodjunk, Krisztus, ami Urunk által. Szent Rita katolikus óvoda hívja és várja a Babamama Klub gyermekeit, szüleiket, valamint óvodásaink kistestvéreit, és minden bölcsödéskorú gyermeket a Mikulás napi ünnepségükre, december 6-án 10 órára. A karizmatikusok december 7-én 2 óra kezdettel kezdik a közösségi házban összejövetelüket, oltári szentség imádására épülő karácsonyi lelki délutánjukat. Agapé is lesz majd a délután folyamán, és 6 órakor pedig a szentmisére mindenki szeretettel hívnak és várnak. Simon Dóri, katolikus iskolásunk, 8. osztályos tanulónk. Súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, rendszeresen kell Budapestre járnia. Édesapja a közelmúltban munkanélkül lett, a család anyagi nehézségekkel küzd. December 8-án, a mise után, a templom kijáratánál lévő kis asztalkán készített karácsonyi ajándékok vására lesz, a bevétel teljes egészében Dóri részére lesz felajánlva, emellett a kis angyaldobot is lesz kihelyezve, amelybe az adományokat helyezhetik, és aki úgy érzi, ezen a módon tud segíteni, kérem, tegye meg. Ugye azt gondolom, hogy nagyon sokszor megy a televízióban, hogy ilyen embernek segítsünk, olyan embernek segítsünk. Tudom, és ha kérdezték, hogy most mit csinálunk, miért nem gyűjtünk, mondom, akkor minden nap kéne gyűjteni. Nem tudunk mindenki mindig segíteni. De amikor tényleg mi gyermekünk van, a kis tanítványomról is van szó, tehát 8. osztályos, nagyon súlyos betegségben szenved, itt nagyon el kell a mi kis közösségünk segítsége, hogy mindenki most erre összpontosítson, ha lehetséges. Jövő vasárnap nagy ünnepség lesz, több is a templomunkban. Az esti szentmisén, 6 órási szentmisén Udvardi György érsekatya újból eljön hozzánk. Ezen a szentmisén akolitus avatás lesz. Ez azt jelenti, hogy 4 fiatal embert akolitussá avat, akik nem sokára reményeink szerint diákónusok lesznek. Ebből a 4 fiatalemberből 2 szekszárdi, a Piskén Zsolt és a László Péter, ők is ezen a szentmisén lesznek, tehát felavatott akolitussá. Ugyanezen a szentmisén kapják meg a kórház lelkészség önkéntesei a megbízó levelüket, vagy 28-an vannak, akik vállalták, hogy a kórházban önkénteskednek, nagyon nagy szükség van rájuk, hiszen ők viszik el ezt, amit elmondtam, ugye, hogy a betegek kenetéről tudnak már így beszélni, de a legfontosabb számukra, ami az ő feladatuk, a meghallgatás. Hallgassák meg a betegeket, üljenek oda mellé, és próbálnak erőt adni azáltal, hogy ott vannak mellettük. Óvoda csalogatónk 3. alkalma december 16-án lesz, téma lucanapi hagyományok. Szeplőtelenfoglalás ünnepét 9-én tartjuk majd, és a hagyomány szerint délben rózsafűzért imádkozunk a plébánia kápolnájában. Megalakult az új tanácsadó testület, majd beadom a püspökségre is a népsort. December 9-én hétfőn este 6:30 órakor a Farkasilla teremben lesz az alakuló megbeszélésünk, ülésünk. Nagyon szívesen elmegyek adventi időben, amennyire időm enged és amennyire szükség van rá, családokhoz, ahol apuka, anyuka, a gyerekek együtt vannak, és koszorúnál gyertyát gyújtunk, amennyi alkalmas, éneklünk egyet,
egy kis szentírási szakasz. Nagyon fontos nem enni megyek, nem vacsorázni, nem ebédelni, imádkozni egy 10 percre, hogy közösen a családnak segítsek ebben, hogy összejöjjenek és együtt imádkozzanak, ahol ez néha nehézségekbe ütközik. Látom és tapasztalom, hiszen volt ilyen októberben is, hogy ilyenkor azért tényleg igyekeznek mindenki ott lenni, és talán ebből erőt tudnak formálni a következő időre. Akik szeretnének karácsonyra gyónni, és nem első péntekesek, azoknak a nevét és címét kérjük bejelenteni a sekrestyébe, illetve a plébánián, hogy mi hamarabb elmehessünk hozzájuk. Adventi lelki gyakorlatunk december 13-tól 15-ig tart majd, péntektől vasárnapig. Rostás Jenő, Faddi plébános atyát hívtam meg ezen alkalomra. Az esti 6 órakor lévő szentmisék előtt egy órával már mindig fog gyontatni, és ő fog mindig prédikálni. Hétfő kivételével minden reggel lesznek Roráte hajnali szentmisék itt a belvárosi templomban, 6:30. Ezeken a miséken a lelkiségek szolgálnak a beosztások szerint, vagy nézzék meg, akik ebben érintettek. Naptárokat, kalendáriokat lehet vásárolni a Forrás kegytárgyboltban. Végezetül még jövő vasárnap, ugye jön a 8-án, a 9-es szentmisén, 3-9-kor a Mikulás is, tehát ilyeneket mondom. Nagyon szeretném, hogyha ez a pattömb, a katiskolások lennének ott, ahol, ahogy szoktak ülni is mindig a pénteki szentmiséken, hogy szülők nélkül, tanárokkal egy-egy osztály szépen beül, persze aki minisztrál énekel, az a helyén lesz majd. Ezzel nagyjából azt a pattömböt be is tudjuk tölteni, ide pedig kérném, hogy a más iskolákba járó gyermekek üljenek előre lehetőség szerint. Tudom, nagyon nehéz, de szülők nélkül próbáljuk meg, hogy hát ha ez sikerül. Ezen a vasárnapon, akik nem voltak a bérmálkozós bemutatáson, őket is bemutatjuk újból, ezt a misét majd Gábor atya fogja tartani. Aztán nagy örömmel hirdetjük a testvéreknek, hogy a kisgyermekes szülőknek elsősorban, hogy templomunkban a plébánia támogatásával és a közösség erejéből közösen elkészült a várva várt baba játszó szoba. Nagyon köszönöm Nagy Balázsnak és Nagy Tamásnak és az ő feleségeiknek a segítséget, hiszen ők ketten voltak a fő részrehozói, ez a minden segítőkéznek, mert sokan a férfi körből is és máshonnan is segítettek, hogy itt fönt van egy játszószoba. Játszószoba azt jelenti, hogy gyerekeket fűtött helység, aki itt nem tudja megmaradni, nem tudunk vele együtt lenni, oda fölmehetünk, van egy nagy tévé, ott egy kamera, fölveszi a szentmisét, és ott közben le is játszhat át. Nekem mindig fájó pont volt, amikor anyuka idejött, hogy hát most voltam misén, de mégsem voltam, mert eljöttem, 5 perc óval kimentem a gyerekkel, és egész misén ott kint játszottam. Ez nekem érvényes mise, vagy nem érvényes? Hát jó kérdés. Amúgy neki ez nem volt bűn persze, de mégis szeretett volna itt lenni, hallani, áldozni. Ilyenkor most ez megoldható lesz. Nagyon szeretnénk tehát, hogyha ez használatba kerülne, megáldása és a hivatalos megnyitója, tehát jövő vasárnap a 8:45-ös mise előtt lesz majd. Ha ráérek, akkor én csinálom, nem akkor Gábor atya, hiszen nekem ez nagy szívügyem volt. Örülök, hogy ez így most teljesült. A játszószobát elsősorban az iskoláskor alatti gyermekek részére ajánljuk, szülői felügyelettel, de nem kizárólag. És a használata nem kötelező, nem kell felvinni. Mert van, aki azt mondta, hogy fel kell vinni, nem kell felvinni. Akkor, hogyha úgy érzem, hogy nem tudok már vele itt lenni, akkor vigyem föl. Ha van egy nagyon picike, és nem akarom a kicsit itt hagyni, akkor vigyem föl. Ez egy lehetőség. Nyugodtan itt lehet maradni a gyerekekkel, semmi probléma nincs velük, akkor úgy érzem, hogy már én nem bírok velük, ha nagyon sok ember nézi őket, túl hangosak, akkor vigyen föl, hangszigetel, tehát viszonylag egészen jól lehet majd azt úgy használni. Akkor a szentségekre váró, vételére váró gyerekek ne éljenek ez a lehetőséggel, ők ne menjenek föl. Megközelítése majd a virágozó sekrestyével szemközti oldalajtón lehetséges a misék előtt 15 perccel, tehát nem kell itt átjönni a templomon, hanem kívülről is be lehet majd jönni, és így lehet fölmenni a szobába. Babakocsikat kérjük, hogy a templom térben helyezzék el ide, és hát oda nem lesz lehetőség, nincs annyi hely. Kezdetben a két vasárnap délelőtti szentmisén lesz majd megnyitva ez a szoba, nyitvatartás igény szerint bővíthető szőnyeggel,
ülő alkalmatossággal rendelkező fűtött helység, ahol a szülőt át tévén, képpel és hanggal nézhetik a szentmise eseményeit, vehetnek részt. Lesz egy házi rend is, azért az is kell, hogyha valaki ott állítom, nem eszik, de mégis enni kell a gyereknek, akkor utána kicsit azért söpörgessünk föl, stb. Tehát a Fali újságon, plébánián weboldalán lesz majd olvasható a házi rend, nem egy olyan nagy szigorú, de azért érdemes elolvasni. Mindenkinek kívánok áldott szép adventi időt, kívánom, hogy ne csak eljöjjön karácsony, hanem mi is megérkezzünk karácsony szent ünnepére, ne csak testben, hanem lélekben is. Most fogadjátok az Úr áldását. Az Úr legyen veletek! A mindenható és irgalmas Isten, akinek egy szülött fiáról hittel valljátok, hogy eljött közénk, és várjátok, hogy Úrra eljön az idők végén, szenteljen meg titeket eljövetelének fényességével, és áraszta rátok gazdagon áldását. Adja meg nektek, hogy a földi élet küzdelmei között kitartsatok reményben a hitben, örvendezők a reménységben, és tevékenyek a szeretetben. Ti, akik most megváltunk test szerinti eljövetelének szívből örvendeztek, dicsőséges második eljövetele idején nyerjétek el tőle az örök élet bőséges jutalmát. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen áldása.